Sziasztok! Ezt figyeljétek! Sajnán! Kellett is már egy hajvágás. A mai napnak a mottója az, hogy nem lehet a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, mint ahogyan, amivel megszülettek. Ezt Einstein mondta. Miért is ez a felvezető? Mindjárt elmondom. Szóval ma arról lesz szó, hogy légy jelen, és miért is ma? Ugyanis napi vlogolok a csatornám életében először, mert megjelent egy könyvem a HVG könyvek kiadásában, az a címe, hogy Válj valóra, én márka, hatékonyságnövelés és lifehackek. Majd nagyon izgalmas napon, mert ma van az első konferencia a Piac és Profitnál, ahol már a könyvről beszélek, és ki is állítunk, úgyhogy induljunk el oda közben, meg mesélek még arról, hogy számomra mit is jelent az, hogy légy jelen. Efele, az a ügyes vagy. Hadd meséljem el, hogy én hogy állok ezekhez a dolgokhoz, ugyanis az, hogyha jelen tudsz lenni, és ki tudod zárni a zavaró tényezőket, akkor ha más nem, csak egy sokkal nyugodtabb, stresszmentesebb életet, napokat tudsz magadnak teremteni. Tehát, hogy van az az ezer nyüzsgés és információ nap közben, hogy nézed a Facebookot, az Indexet, a vlogokat, pörgés van, nyüzsgés, stresszes dolgok, mindig valamit meg kell oldani. Egyszerűen sok. És közben, hogyha picit utána néz az ember, azt látja, hogy az igazán sikeres emberekből rengetegen gyakorolják a mindfulness-t. Ugye a mindfulness, majd el fogom mondani részletesebben is, de röviden arról szól, hogy ki tud zárni a dolgokat, és pontosan jelen tudjál lenni. Lehet, hogy van ebben valami, hogy akkor nekünk is érdemes megpróbálni ezt, és ezáltal tényleg jobban érezzük magunkat. Na jöjjön az intro, kezdjük el! Légy jelen teljesen. A tudatos jelenléthez igazából annyi kell, hogy zárj ki mindent, és olyannyira az adott pillanatra fókuszálj, mintha az életed függne tőle. Ne aggódj, sokkal könnyebb elkezdeni, mint hinnéd. A lifehackeknél el is fogom mondani, de a kezdéshez nagyon jó appok állnak a rendelkezésünkre, és már azoknak a használata is segíthet abba, hogy hogyan tudsz tényleg elkezdeni a jelenben lenni, de mindjárt mondok is egy nagyon egyszerű kezdő trükköt. Szóval a egyszerű trükk az annyi is lehet, hogy csak csukd be a szemed, és vegyél 5 mély levegőt. Valahogy így, és a lényeg tényleg annyi, hogy kezd el, csak kezd el, a lehető legegyszerűbben is akár. Mindjárt kezdődik a prezentáció, itt vagyok a Piac és Profit konferenciáknak a social media napján. Maszkba kell lenni, nagyon-nagyon furcsa, remélem, hogy az előadás alatt nem kell így lennem. No, csináld a magad módján. Ha utálsz meditálni, nem vagy ezzel egyedül. Talán ez a vlog kedvet csinál, vagy mondjuk ha elolvasod a könyvemet, link a leírásba, akkor attól nagyobb kedved lesz majd meditálni. Hát az az igazság, hogy én utáltam meditálni, nem is tudtam, azt hittem, hogy én csinálok valamit rosszul, pedig nem lehet rosszul meditálni. És ezt mondom úgy, hogy 10 percig se tudtam igazából odafigyelni. Csak a helyzet az, hogy rengeteg példaképem, meg ahogy olvastam emberekről, tudtam, hogy meditálnak, és folyton lejön ez a mat. És rájöttem, hogy nem magát a meditációt vagy a mindfulness-t utálom, hanem egyszerűen csak nem találtam meg a megfelelő technikát rá. És itt találtam meg Tony Robbinsnak a reggeli prime rutinját, vagy Tim Ferrissnek a reggeli titanium teát, illetve a reggeli naplózásom is itt jön be. A prime-olás, amit Tony Robbins mond, igazából annyiról szól, hogy találjuk meg, vagy hogy próbáljunk belekerülni abba a mindsetbe, amiben a legproduktívabbak tudunk lenni, és a legjobban tudjuk kihozni magunkból azokat a döntéseket és gondolatokat. Amúgy elhoztam magammal Sirit is, majd mindjárt mutatok nektek valamit. Tim Ferrissnek a teája, könyvemben elolvashatod a receptet, vagy Google is a barátod. A reggeli naplózásomban pedig 3 kérdést tesz fel, nagyon egyszerű. Felébredek, és azt mondja, hogy írjak le 3 dolgot, aminek örülök, amiért hálás vagyok. Utána
írjak le három király dolgot, amit ezen a napon fogok csinálni, és az utolsó pedig az, hogy valami kijelentés, hogy milyennek érzem magam, hogy milyennek szeretném magam érezni. Na most, én már ettől jobban érzem magam, és azt kell megtanulni, hogy nincsen jó vagy rossz dolog, hanem találd meg azt, ami neked működik, és a többibe meg csak kísérletezzél. Amúgy ugye, ahogy mondtam, ezen a Piac és Profit konferencián vagyok, és képzeld el, hogy ez egy moziba van, tehát itt mögöttem, itt van a vászon, itt fogok előadni, és nagyon szépen, covidosan, megfelelő távolságra ülnek egymástól az emberek, amúgy ez normál időben tele szokott lenni 4-500 emberrel, még streamelik is, és ez az első előadás, ahol a könyvnek a megjelenéséről beszélek, és erről osztok meg néhány praktikát. Na, mindjárt kezdődik is az előadás. Engem Szántó Péternek jön, és a kutyám Siri, nagyon jó, hogy a sugárban be lehet hozni kutyát, úgyhogy élek is ezzel a lehetőséggel, amúgy már harmadik alkalma a színpadon. Megjelenik egy könyvem, amit Várvalóra címmel adunk ki. Hatékonyságnövelés, énmárka és lifehackekről fog szólni. Hogyha négy szóban kéne magamat jellemeznem, akkor úgy tudnám mondani, hogy szeretem a jó élményeket, ez igaz a magánéletemben, igaz a munkám során is, és mindenkinek, aki valamit kommunikál, akár a személyes brandjéről van szó, akár pedig az a projekt, az a cég, termék, szolgáltatás, amit csinál, nagyon fontos, hogy egy jól körbehatárolható szinten el tudja mondani, hogy ő mivel foglalkozik, ami valami feelinget ad. Lehet, hogy nem fogják érteni az emberek, hogy pontosan mit csinál a másik, de átjön egy érzés, és avval az érzéssel vagy rezonál valaki, vagy nem. És ez teljesen rendben van, mert aki amúgy sem rezonál velünk, őt nem biztos, hogy szeretnénk, hogy a fogyasztónk legyen. Az előadásnak vége, több poén volt, Siri jól viselkedett. Folytatok egy gondolatot, ez a felhő szinoníma, mégpedig az, hogy gondolj úgy a gondolataidra, amik a fejedben vannak, főleg, hogyha egy össze-vissza cikáznak, mint a felhőkre. És te, aki állsz, te csak nézed a felhőket, de nem te vagy a felhők, te csak nézed, ahogy a gondolataid sem te vagy, hanem azok jönnek, mennek, éld át, figyeld meg, milyen érzések vannak benned, de ne tulajdoníts túl nagy lehetőséget annak, hogy az mit teremt meg neked, vagy hogy van. Fogadd el, jönnek, mennek, mint a felhők, a gondolatok nem te vagy. De most mutatok valamit. Mennyire durva, hogy már megvan a rolláp most. Életemben szerintem kb. Az első kitelepülések, vagy néhány startup versenyen voltam, ahol ilyet csináltunk, de hogy a saját dolgommal így izgalmas kencs vagyok, hogy fognak jönni, na de menjünk a lifehackekkel, most nem a tipikus helyszín, meg amúgy az változni is fog, de nem spoilerezek többet. Szóval lifehackek. Az első, hogy alakíts ki valamilyen rituálét. Ugye a meditációról van szó, tehát hogy mindig ugyanabban az időben csináld, ha lehet ugyanazon a helyen, sőt, találd meg, hogy mi a legjobb póz számodra a meditáláshoz, és mindig ugyanabban a pózban meditálj. Ez már segíti, hogy jobban tudj meditálni. Na, jöjjenek mindfulness tippek. Az egyik, hogy legyen egy légzés technikád. Google-ra barátod, a könyvemben is van, de tényleg akár így ennyi. De lehet ezt tovább is menni, de alapszinten legyen egy légzés technikád, illetve találj ki magadnak valamilyen mantrát, vagy egy olyan szöveget, ami be tud indítani, hogyha elhangzik olyan, mint egy pavlovi reflex, hogy te lehet olyan, hogy nem én vagyok a problémáim, vagy több vagyok, mint a problémáim. Valami olyan, ami egy jó érzéssel visz, lenyugtat, főleg egy légzéssel összekapcsolva, vagy egy ilyen trigger, amit amúgy ilyen NLP, neurolingvisztikai programozásos technikákkal bele is tudsz magadba valahova kódolni. Erről is írok a könyvben, most már túl sokat mondom, hogy minden ott lesz, de lesz erről amúgy vlog is. Aztán ott van még a tartás. Nagyon egyszerűen tudod azt megtenni, hogyha semmi más nincsen, csak tényleg egy olyan pózba, nem ilyen görnyetten, hanem egy olyan pózba helyezed magad. Az már nagyon sokat tud segíteni. Az utolsó dolog az elköszönés előtt egy olyan, amit én gyűlöltem nagyon sokáig. Ez amikor azt mondják, hogy nézz egy lángot, vagy koncentrálj egy gyufára, vagy egy pontot. És én nagyon felidegesítettem magam, nem is tudtam rá koncentrálni, nem is éreztem úgy. De rájöttem, hogyha ez egy olyan valami, ami amúgy érdekel, vagy úgy érzem, hogy el tudok benne merülni, ami nekem például mostanában a kutyám, hogy csak
amíg mondjuk a vacsiát megeszi, az egy perc, vagy lehet, hogy kevesebb is. De akkor nézem, hogy eszik, hogy néz, és mondjuk nekem az a lángom, nekem az az egy pontom, amire fókuszolok, és neki köszönhetően annyira a jelenbe tudok lenni, és már a mindfulness, és hogy jelen vagyok, hogy nyugodt vagyok, hogy nincs olyan probléma, ez már érvényesül. A mai vlog ennyi volt, most várom, remélhetőleg több emberrel tudok beszélgetni a könyv, meg a képzések kapcsán, ami amúgy ugyanúgy a leírásban neked is elérhető, és ott van, kedvezményesen meg tudod rendelni, akár dedikáltan, vagy egy kávézással összekötve ezt a vajvalora.hu-n el tudod olvasni, milyen kondíciók vannak. Ha most találkoztunk először, és még itt vagy, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, nyilván akkor, hogyha tetszett ez a tartalom, és nyomd be a csengőt is, hogy ne maradj, de hiszen minden nap jövök most különböző tartalmakkal, gyere át Instára is, mindenhova, és holnap pedig azzal folytatjuk, hogy hogyan pörögj fel, és kerülj a zónába. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!